A helyi termékünnep sok színes programmal és fellépővel kedveskedett a kecskemétieknek idén is. Sokak nagy örömére hétfőn az ismerős arcok lépett fel a színpadon. A koncert előtt sikerült elcsípnünk Nyerges Attila énekest, szövegírót. 20 éves lesz az a zenekar, és hát ha információim nem csalnak, akkor lesz itt bizony decemberben, elindul egy turné sorozat. Na beszéljünk arról, hogy hogyan fogjátok ünnepelni ezt a 20 évet, és merre fogtok menni? Hát ugye kezdjük ezt a 20 évet, illetve hát még nem ezt a 20 évet, hanem 19. év végét decemberben egy akusztikus koncertsorozattal. Ennek nagyjából 20 állomása van stílusosan, ami ugye átlóg január és februárban. Ezen kívül pedig készülünk jövőre egy kimondottan egy 20 éves évfordulós koncertre, majd a Barba Negra Trackben, egy nyitott helyen, vendégekkel és a többi, valamint könyvvel, valamint akusztikus lemezzel és minden egyébbel, amit még bele lehet passzírozni ebbe a jubileumi évbe. Hát most beszéltünk akkor a jövőről, de egy picit foglaljuk össze, hogy hát itt volt a nyár fesztivál hátán, hogy telt a nyaratok? Szokásosan, ha szabad ezt mondanom, rengeteg koncerttel, idén is nagyjából 130-140 koncertet sikerült összehoznunk, illetve még nincs vége ugye az évnek, de ennyi lesz a vége, hogyha mindegyik összejön, és ez hála jó Istennek, miután a televíziók, rádiók annyira nem kényeztetnek el minket, tulajdonképpen erre az egy lehetőségre szorítkozik a zenekar, élőben játszani mindenhol, ahová csak hívnak, úgyhogy ezt csináljuk évek óta. Az együttes nem most először járt Kecskeméten. Az ismerős arcok tagjai nagyon szeretik a várost, és mindig szívesen jönnek hozzánk. Azt tudom csak mondani, hogy Kecskeméten mindig is nagyon-nagyon szívesen jöttünk, vagy jöttem ezzel a zenekarral, és aztán tulajdonképpen azzal is, amivel annak idején zenélni kezdtem. Tehát konkrét emlékeim vannak még a kamasz időkből, amikor elkezdtünk muzsikálni Kecskemétről, a pályaudvarról, a pályaudvar melletti füves területről, és nagyon nagy örömmel jöttem ide megint, hogy végre egy méltó rendezvényhelyszínen játszott a zenekar. És végül egy üzenetet is küldött Nyerges Attila a kecskemétieknek. Nagyon remélem, hogy itt voltak, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és bízom benne, hogy nagyon jól érezték magukat. A közönség jól szórakozott, több százan töltötték meg a főteret, és énekeltek együtt az ismerős arcok tagjaival.